Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A kártyát kivetettem a másik csatornán, van nekem egy német nyelvű csatornám is, Denderas Liebesorakel, és ugyanezt a képet mutatja. A három kérdőjeles jóslás 1919. november 16-án. Az első kérdés az lenne, mik a gondolatai, mik foglalkoztatják őt. A választ mutatja ez a kártya. Ő nyitott és mutatja az érzelmeit. Ez a nyitottság arra is utal, hogy lesz itt egy meghívás. A második kérdés pedig az lenne, hogy mi az ő lelki világa, mi foglalkoztatja őt belülről, milyenek az ő érzései jelen pillanatban. A választ ez a kártya mutatja. Ő most jelen pillanatban várakozik, de figyel valamit. Ezek az anyagiak azt is mutathatja, hogy az anyagiak miatt van még egy kapcsolata, amit nehéz jelen pillanatban felbontani. De ő figyeli azt is, hogy milyen értékeket tud ő kézbe venni. És ez a várakozás arra utal, hogy ő várakoztat titeket. Annak ellenére, hogy egy meghívás jelen pillanatban várható is, de mégis valami fogva tartja őt. És ez a harmadik kártya tényleg azt mutatja is, hogy ő elvárja azt, hogy ti várakozzatok, várjatok arra, amíg ő döntéseket hoz, amíg ő lépéseket fog tenni az irányotokba. A negyedik kártyának is van egy jelentése. Ez a Sinnlichkeit annyit jelent magyarul, egy kedves, lelki közeledés, ami a szeretetet is mutatja. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, a viszonthallásra!